Több feladatot kellene bízni a civil szervezetekre. Ehelyett elég mostohán bánnak velük Pécsen, mondja Vozár Pál, az Összefogás Pécsért Egyesület tagja. Itt van egy fél évnél, és Pécs közművelődési szervezetei a várostól, úgyhogy aláírt szerződéseik vannak, mindez idáig egy vasat nem kaptak, egy fillért nem kaptak, és még egy közművelődési egyesület se zárta be a kapuit. Tehát mindannyian küzdünk, és megpróbálunk talpon állni. A támogatások elmaradásán túl szervezeti változások is sújtják a helyi civileket. Elég furcsa folyamatok zajlanak az utóbbi időben, a város kulturális életében is zajlik egy központosítási folyamat túl a Zsökön. Én most a Pécsi Kulturális Központra gondolok, ami így szépen sorban vonja magához az intézményeket, vonja magához a feladatokat. Pedig ezen a területen pénzt spórolhatna a pécsi önkormányzat, mondja a politikus. A civilek olcsóbban és hatékonyabban láthatnák el azokat a szociális, kulturális feladatokat, amiket vállalnak. Sokkal gazdaságosabban, hatékonyabban meg tudják oldani, mint egy államilag, önkormányzatilag fizetett nomenklatúra, akik nem is érdekeltek egy házkulturális programmal való megtöltésében. De nem csak a kultúrában, a szociális ágazatban, a szociális szférában ugyanez a folyamat felerősíthető lenne. Pedig Pécs országosan híres a civil kurázsiról, a polgári értékek magas szintjéről. Erre lehetne építeni a városvezetésnek, zárja az Összefogás Pécsért Egyesület tagja.